Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Ma ilyen zöld hangulatom van, ezért könyves polcom zöldborítós lakói közül hatot fogok nektek ma megmutatni. Ezek közül hármat már olvastam, három pedig még várakozik a sorára. Kezdeném egy nagy kedvenccel, ez az Időurai Eva Garcia Sáenz de Urtúritól, ami a Fehérváros trilógiájának a befejező kötete. A sorozat a gyönyörű borítóival hívta fel magára a figyelmemet. Az első kötet is ugyanilyen szép, csak pirosak a színei, a másodiknál pedig ugyanezek kékben találhatók meg. Ez egy olyan kivételes eset, amikor borító alapján vettem meg egy könyvet, el sem olvastam gyakorlatilag, hogy mégis miről van itt benne szó. Annyit tudtam, hogy ez egy Spanyolországban játszódó krimi lesz, és ez már nekem elég volt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet. Végül tényleg egy nagyon csavaros, fordulatos, összetett történetet kaptam. Mind a három kötet ilyen, és mind a három kötetben van valami fajta történelmi aspektus, ami kötődik az egyes bűntényekhez. Ezt a harmadik kötetet pedig azért is szeretem különösen, mert a bűntényekhez kapcsolódó egy bizonyos könyvnek a tartalmát is konkrétan beleírta az írónő ebbe a kötetbe. Tehát ez egy könyv a könyvben történet lesz igazából. Ilyet én még soha nem láttam egyetlen könyvben sem, így ezért is tetszett nagyon. Illetve Kraken, a fő nyomozó karakter, és az egyik kedvencemmé vált mindenki közül. Aki szereti az ilyen összetett típusú krimiket, annak szeretettel ajánlom ezt a sorozatot. Egy kicsit olyan spanyolosan van megírva, tehát néhol érezhetjük, hogy egy kicsit túl sokat dumál feleslegesen, de én pont ettől szerettem meg nagyon. A következő Janet Evanovichtól a Négy lövés, ami a Szingli fejvadász sorozatnak a negyedik kötete. Magyarországon ez az utolsó, ami megjelent ebből a sorozatból, amit rettenetesen sajnálok. Úgy tudom, hogy az írónő a mai napig folytatja a köteteknek az írását, de Magyarországon valamiért nem fog több megjelenni belőle. Annak ellenére, hogy egyébként az írónő más köteteit láttam már kiadva itthon. Ez egy csiklit, aminek a főszereplője Stephanie Plum, egy fejvadász, egy tipikusan olyan nő, akivel rengetegen tudunk azonosulni, aki a máslányok és én típusú mémekből az ént testesíti meg. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Nagyon sokat lehet rajta nevetni, egy hihetetlenül jó humorral megfogalmazott történet ez is, és a sorozatnak a többi része is. Ez egyébként szerintem jó részt a fordító érdeme is, hogy magyarra így sikerült ezt átültetni. Ezeket a könyveket igazából a könnyedségük adja el. Van ugyan benne egy komolyabb fűszál, valamilyen bűntény, amelyben Stephanie és a társai nyomoznak, de annyira humoros a hangvétele, annyira könnyed, hogy nem is igazán lehet komolyan venni az egészet, és megmondom őszintén, én az olvasás után nagyon hamar el is felejtem, hogy mi is volt a fűszál ebben, csak a benyomás az, ami megmaradt mindegyik kötetnél, hogy úristen, mennyit nevettem rajta. Zseniális, tényleg könnyed kikapcsolódásra a rossz kedv ellen, meleg szívvel ajánlom mindegyik kötetet. A harmadiknak is egy nagy kedvencet hozok, George R. R. Martintól a Kardok viharát, ami a Tűz és jég dalának a harmadik kötete. Én ezt már nagyon régen olvastam meg, van vagy 10 éve is, hogy a könyvet utoljára a kezembe vettem. Mégis elég jól emlékszem rá, aminek részben az az oka, hogy a Trónok harca sorozatot is végignéztem, de egy ennyire jól megírt történetre azért az ember szokott emlékezni. Aki a sorozatot ismeri, annak nem kell bemutatni, hogy mi van ebben a könyvben, aki viszont nem látta és nem is találkozott még egyik kötettel sem, de szereti a fantasyt, annak jó szívvel tudom ajánlani. Egy rendkívül összetett, szövevényes problémarendszerrel megírt világot és történetet találhatunk ezekben a kötetekben, és jobban belegondolva az itt leírtak, annyira nem is kitalált dolgok, azért elég szépen fel lehet fedezni benne a mi világunknak a problémáit is, az analógiákat. Nagyon sajnálom, hogy egyelőre csak 5 kötet jelent meg belőle, és évek óta hiába várunk arra, hogy a folytatás megjelenjen. Őszintén szólva, én
Már ezt el is engedtem valahol, hogy valaha megtudjuk, hogy mi a vége. Elméletileg az, ami a sorozaté, de ez azért nem egészen így van szerintem. Reménykedem benne, hogy azért egyszer George R. R. Martin mégiscsak megírja ezt a várva várt hatodik kötetet, és elolvashatjuk azt, hogy szerinte, hogy végződik ez a remek sorozat. Következzen, most pedig az a három könyv, ami várja a sorát még a polcomon. Az egyik ezek közül Robert Galbraith-től a Halálos fehér, ami a Cormoran Strike sorozatnak a negyedik kötete. Elég érdekes, hogy annak ellenére, hogy a fehér szó szerepel a címében, mégis egy zöldesebb borítót kapott. Nem baj, ennek ellenére ez nekem nagyon tetszik. A sorozat tulajdonképpen J.K. Rowling elnéven írt krimi sorozata, amit nagyon sokan dicsérnek, így ezért nekem is megvan az összes kötet a polcomon, bár még egyet sem olvastam belőlük. Valamikor sort fogok rá keríteni, mert nagyon sok sürgetést kaptam merre a molyan is, hogy tessék olvasni, mert nagyon jó, én elhiszem. És biztos, hogy rövidesen sort fogok keríteni az első néhány kötetre, így olvashatjátok és hallhatjátok majd a véleményemet egyszer valamikor erről is. A következő Patrick Rothfuss-tól a Bölcsember félelme, ami a Királygyilkos krónikájának a második kötete. Ez egy viszonylag rövid sorozat, még csak kettő teljes kötet jelent meg belőle, illetve van egy két és feledik rész, ezen kívül pedig a Zsiványok című novellagyűjteményben jelent meg egy kapcsolódó történet. Ezt a könyvet néhány évvel ezelőtt karácsonyra kaptam meg, úgyhogy az első részről fogalmam sem volt, így amikor a Moira beírtam, akkor vált világossá, hogy ez egy második kötet, így sürgősen be kellett szereznem az elsőt is. Ez pedig azt jelenti, hogy a teljes sorozatot el fogom olvasni, hiszen ha már az első kettőt olvasom, akkor a két és felediket már mi a csodáért ne. Főleg, hogy mind a kettő elég vastag, az első kötet is körülbelül ilyen terjedelmű, tehát ha már ezt a kettőt végigviszem, akkor tényleg miért maradjon le ez az utolsó. Eredeti nyelven van még néhány része, de úgy látom, hogy még ez egy befejezetlen sorozat, remélem, hogy folytatják a kiadását. Utolsóként pedig Emily Bront klasszikusát, az Üvöltő szeleket szeretném hozni. Ennek a könyvnek az olvasását az idei évre terveztem be, azzal a feltétellel, hogy ha klasszikusra vágyom, akkor ezt fogom elővenni. Nagyon sokan dicsérik, és én is olvastam már Charlotte Brontétól, aki az egyik nővére Emilynek, és nagyon tetszettek azok a könyvek, amelyeket ő írt, így nem hiszem, hogy egy másik nővér másik könyvével nagyon nagy gond lesz. Ez nem is egy nagyon hosszú olvasmány, úgyhogy nem kell attól félni, hogy nagyon hosszúra nyúlik majd az olvasás ideje. Tényleg kíváncsi vagyok rá, mert nagyon sok ajánlást kaptam ennek az olvasására, és én szeretem is azt a fajta klasszikus irodalmat, amit a Bronte nővéreknek tulajdonítanak. Ezek lettek volna tehát a zöld lakók a könyvespolcomon, ha bárki bármelyiket ismeri, írja meg kommentben a véleményét. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!